Itt arra készülünk, hogy közel telt házban reménykedünk, hiszen a tavalyi évhez képest 20%-kal több élet ment el a jegyárforduló elővételbe, és ez a mai viszonyok között, amikor sokan arról panaszkodnak, hogy a turizmus esetleg nem úgy megy, mint tavaly előtt a belföldi turizmus, ez nagyon, nagyon bíztató, több mint 11 ezer bérlet kelt el június 30-ig, és sok ezer napi jegy. Nagyon nagy bulira készülünk, itt lesz ugye a Parovszalár, itt lesz Zaz, itt lesz Robin Schulz, közben itt nézem a kijelzőnkön a magyar fellépőket, nem kezdem el felsorolni, mert az egész magyar élvonal szinte itt lesz. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy csodálatos helyen, egy tényleg prémium fesztivál helyszínen, egy nagyon színvonalas négy nap elé nézünk. Az egyetem nagyon fontosnak tekinti ezt a fesztivált a nyári programok sorában, egy magáénak is érzés a kezdetektől megjelenik rajta az egyetem tér elnevezésű helyjel, ami az idén sem fog változni, viszont ami ott történik, az teljesen más lesz. Változik a tematika, változnak a helyszínek, változnak a programok, a feladatok. 10 helyszín lesz az egyetem téren belül, amit 27 szervezeti egységünk fog összehozni. Egyrésztről ezeknek a szervezeti egységeknek, akik egyébként az egyetem mindennapjaiban nem dolgoznak együtt, hiszen teljesen más a feladatuk. Most viszont erre a fesztiválra közösen készülnek, közösen találják ki a különböző aktivitásokat, és ez erősíti a belső kapcsolatokat is, de a fő célunk mégiscsak az, hogy megmutassuk magunkat részben a saját meglévő hallgatóinknak, de leginkább a leendő hallgatóknak, a középiskolásoknak. Az egyetem egy új brenddel fog előállni nem sokára, ugye van az általános egyetemi brand, van a sport, a Deacca, és most pedig elindítunk ezen a fesztiválon egy új arculatot, ami a középiskolások egyetemi előkészítő programját foglalja magában. Ugye ha a betűszőt összerakjuk, a KEEP, angolul a KEEP szóljon ki belőle, amellyel arra utalunk, hogy tartsák az irányt a fiatalok a tanulásban, jussanak el a legmagasabb szintre, és azt várjuk, ha lehet, ezt a Debreceni Egyetemen tegyék meg. Nyilván a fesztiválon csak indítjuk ezt a programot, de ez egy hosszú távú, olyan felkészítő program, amely nem csak fesztivált eseményeket, hanem nyári tábort, tanfolyamokat, különböző évközi eseményeket, tantárgyakat foglal magába, és nagyon bízunk benne, hogy sok fiatalnak fog ez megtetszeni, ezáltal sok fiatalnak fog megtetszeni a Debrecen Egyetem. Itt fog tanulni, és remélhetőleg itt fog maradni a városban, hiszen a város fejlődése lehetőséget ad arra, hogy valaki itt tervezze meg az életét is. És Debrecen nagyon sok nívós fesztivállal rendelkezik, gyakorlatilag a nyári időszakban szinte nincs olyan hétvég, amikor ne lenne valamilyen program a városban, vagy gasztronómiai, vagy könnyűzenei, vagy komoly zenei. Nyilván nagyon büszkék vagyunk a nagy fesztiváljainkra, a Virágkarnevára, és hát az elmúlt 15 alkalmat, vagy most már több mint két évtizedet összességében figyelembe véve, az egyik legnívósabb magyarországi rendezvény lett a Campus Fesztivál. Nagyon nagy siker, és hát az elmúlt évek egyértelműen azt igazolják, hogy egy tartós siker, hiszen azért a Covid időszaka, a koronavírus járvány időszaka azért a fesztivál világot is megtépázta. De a Campus Fesztivál állja a sarat, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ahogy kijöttünk ebből a válságos időszakból, ugye, mint a nyílvessző fölfelé indult el a fesztivál, tavaly több mint 110 ezer látogatója volt, és hát a mostani bérleteladásokból arra lehet következtetni, hogy ez az esztendő is nagyon jelentős lesz. A város valóban magáinak érzi, önkormányzati oldalról is több támogatást biztosítunk a rendezvényhez, annak érdekében, hogy nívósabb fellépőket tudjanak meghívni. Nyilván maga a terület, amely a rendezés lehetőségét, a programot biztosítja, városi tulajdon zömében, és ezt is ilyenkor térítésmentesen szoktuk biztosítani a programhoz. Nagyon bízom benne, hogy az időjárás tökéletes lesz, többen leszünk, mint tavaly, és hát az előadókból ítélve mindenképpen egy magasabb szintre lép a kampusz az elmúlt évekhez képest is.